Sziasztok, én Peti vagyok, és elhoztam nektek ezt az autós játékot, ami NASCAR-os autós játék. Ki fogjuk próbálni és teszteljük, hogy milyen. Ez az én autóm, a 16-os szám, az jellegzetes, kisfiam 16-án született. A pirosat meg szeretem, a piros színt. De nézzük is, hogy miből is tudunk pénzt csinálni. Hát ezekből nem nagyon, csak ebből, ami 1000 dollár. Utolsó helyről indulunk, úgyhogy vágjunk is bele. 5 körös, hát majd meglátjuk, hogy milyen lesz. De reméljük, hogy szép pozíciót tudunk fogni. Eddig nagyon jó, az íven próbálok menni, és már ötödikek vagyunk, és az nagyon jó. Öt kör, húha. A negyediket ott hagyjuk a ötödiket? Ja, értem, jó. Na, következő. Ott valaki kigyulladt. Ott van valaki elől, az nem tudom, hogy az már lekörözötte, vagy 11. Hát lekörözött most már. Hú, és vajon meg lesz-e? Vajon meg lesz-e? Meg lett. Ha minden igaz, akkor dobogós helyen vagyunk. Nagyon remélem. Hú, egy picit koccantam. De semmi gond, megyünk tovább, mint az állat. Azaz kicsi, azaz. Öt körös. Hát, negyedik lettem, sajnos nem dobogós. Ez elég baj. 150-et kaptam érte. De menjünk. Hát, csinálom ugyanezt, mert még nem tudok semmit. De ez mi? Ez még most sem bírom ezt megvenni. A rajt, igen. Szétnézek, hogy mi hogy van, mert nem szeretnék bele bonyolódni az egészbe, hogy mi hogy van, meg keresgélni itt össze-vissza. Jöhet a következő adag. Na, itt legalább egy dobogós helyet jó volna elérni. De hát ha itt, egy picit hozzáértem, de semmi baj, itt vagyunk, a 8. helyen, szélárnyék, nem tudom, itt ebbe van-e, vagy egyáltalán van-e, hú, itt nagyon csatáznak itt előttem, csak nehogy, én itt belekeveredjek. Hát erről beszéltem. Erről beszéltem sajnos. Hát ez lehet, hogy így már halott ügy. De ezt jó volna megelőzni. Nem tudom, hanyadik vagyok így hirtelen. Fogalmam sincs.
Hát ugye az első kilökött a frontba. Lelettem körözve, mint az állat. Nem baj, semmi baj, hát az elején vagyunk. Úgyhogy itt még nagyon sok minden változni fog. Főleg, ha fejlesztem még a motort, meg hát a tuningolást, ami még van. Nem tudom, hanyadik helyre érkezünk be. De hát sajnos a dobogós hely az már halott ügy. De! Csapassuk, mint az állat. Na itt megint mi volt már? Negyedik lettem. Igen, ötödik, igen. Hát negyedik lettem. Na hát ez szép. Na de, azt mondja, hogy megvan az 1000, és ezt nem tudom, ez mi. Belenézzünk, hogy ez micsoda. Megcsekkoljuk, hogy ez mi. Mégis. Ez egy másik pálya. Ami keskenyebb. Hú, de durva. Együnk egy-két kört, és akkor csapassuk tovább a versenyt. Mert gyűjteni kell a manit. Hogy tudjunk tovább lépni. Na, akkor nézzük, hogy de ezeket még nem kaptam meg, vagy nem nyitódott föl. Na mindegy, nyomjuk a versenyt, és hát most már egyre gyengébbek vagyunk. De motorfejlesztést kellene majd. Hát quick. Ha próbálok menni, öcsém. Ha itt ezek majd összeütköznek, akkor majd én jövök ki szarva. Hát ezt nem így akartam sajnos. Ezt nem akartam így belemenni. Ez most én voltam a... Minek jöttetek elém? Ennyit tudok mondani. És ki akart lökni. Az első az már szerintem úgy elment, mint az állat. És a motorfejlesztés azt meg kell csinálnom mindenféleképpen. Csak hagy legyen pénzem. Mert ez így szerintem így az egy... Hát... Ez így nem elég az első helyre. Ilyen motor teljesítménnyel. Esetleg még a dobogós helyet el tudnám érni. Azt nem tudom. De hogy föltart, azt tuti. Csak ne gyerek ide. Úgy, maradj ott, öcsém. Jó. Itt most jönnek a lekörözések. 12. Jó. Ezt én szívtam meg. Na hát így meg még jobban. Hát azt gondoltam. Hát sajnos ez egy így már nagyon nehéz. Ötödik lettem.
Sajnos. De jó, nyomjuk még, mert kell a pénz. Vagy nagyon keveset ad $1000 az első helyért. És csak most 150-et kaptam, hát ez meg nem sok. Ez az egy megvan, 2, 3, 4, oké. Ötödik vagy hatodik hely? Hatodik hely. Gyerünk, gyerünk, mert kell a pénz, kell a pénz. Pénz kell, kell a pénz. A motorfejlesztésre. Atya világ. Próbálok az íven menni, hát ha kicsit közelebb tudok jutni a többiekhez. Fú, itt majdnem neki mentem egyébként. Hú, de nagy szakadék van itt a... Itt közöttem és az előttem lévő között. De kezdem... Fú! Azt a rohadt, az reflex volt, öcsém. Ez esküszöm, ez akkora nagy reflex, hogy az hihetetlen. Ú, lecsúsztam az ívről. Semmi probléma. Gyerünk. Sajnos negyedik vagyok, ha jól látom. És egyre csak csúszok, csúszok, csúszok lentebb, mivel a motorfejlesztés azt... itt kell mennem. Jó, negyedik lettem. Hát ez 100... 150-et kaptam érte. Na mindegy. Hát... Egyébként megmutatom nektek az autókat, hogy még mik vannak benne. Ez is nagyon szépen néz ki, de viszont ez is szép, ez is jól néz ki, de ha hiszitek, ha nem, ez, ja, hogy én ez nem is az elejére tekertem, és az elején voltam. Hú, itt van rengeteg srácok. Most jelenleg ebben vagyunk. Ez, ú, az is brutális. De viszont, hát sajnos a BMW nincs benne. De hát, nem is tudom, hogy nem nagyon nézek NASCAR-t. Nem tudom, BMW van-e benne. Szokott-e benne lenni, fogalmam sincs. Na de mindegy. Nézzük is. Megnézzük, hogy mit tudunk. 16-os számot tettem be. Ahan, hogy ilyen is van. Szponzor, vagy nem is tudom. Red Bullos? Igen, ilyen szponzorát, valami bigyó. Jó. Jó, rendben. Ezt mindjárt megkeresem, ami jó. 3G. 3G. Hú, na ez jó. De viszont ez $1000. Hát, annyit nem fizetek ki. Majd nem maradt ugyanaz. Jó, nem baj, semmi baj. Na srácok, nagyon szépen köszönöm a megtekintést, ha tetszett a videó, akkor csapass rá egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára, én Peti voltam, sziasztok!